szerint napirendi pontokat. Alpolgármester lemondása és munkakör átadás átvétel, alpolgármester megválasztása esőtétel, alpolgármester illetményének tiszteletdíja és költségvetésének megalapítása, szakértői bizottság kiegészítése, műszaki ügyező pályázat, zárulésen pedig döntés pályázatokról. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendet el tudják fogadni. Én éppen lenne egy tiszteletteljes kérdésem, ezt a kérdésemet egy ügyennyi javaslatot lennék. Azért nem javaslatom nagy sportsvárkot. Tehát lenne egy tiszteletteljes kérdésem, egy ügyennyel kapcsolatos, mégpedig az lenne a kérdésem, hogy a mai napról vegyük le a alpolgármester megválasztását, és azt is megmondom, miért, tehát indokolást szeretnék hozzáfűzni, hiszen ma kaptam az értesítést, amely arról szól, hogy azok a képviselők, akik egyébként szorgalmas, dolgos, becsületes emberek, és akik ma alpolgármestert választanának, nem adják ki a törvényben megkövetelt kiadásnak, nem tesznek eleget, hogy a vagyonnyilatkozatokat bemutassák. Tehát én most már írásba kaptam, hogy nem járulnak hozzá, tehát még egyszer, nem járul hozzá az, akit alpolgármesternek akarnak megválasztani, és nem járulnak hozzá azok, hogy kiterüljön a vagyonnyilatkozatok, akik alpolgármestert akarnak választani. Én úgy gondolom, hogy ez a jó tiprás, és ezért szeretném megkérni a jegyző asszonyt, hogy nyilatkozóval, hogy szerinte ez jó, hogy úgy választunk alpolgármestert, hogy vagyonnyilatkozat most már hónapok óta nem csak nekem, hanem a cégletnek sem nincs kiadva. Ha jól tudom, már ügyészségi szakaszban ez a dolog, tehát mindenképpen javasolnám, hogy ma vegyük le a napirendi pontról az alpolgármester választás. Köszönöm szépen! Köszönöm. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatban a jogszabály megállapítja a szankciórendszert, és ebből kifolyólag én nem tartom indokoltnak az alpolgármester választás levételét. Tehát a szankciórendszerben ez nem tartozik bele. Köszönöm szépen, van-e még valakinek? Képviselő közül. Ez működik most? Köszönöm szépen. Már Dílós megemlített képviselőt, egy csoport, nem lett nyilvános, hogy fogalmazott, hogy nem adta le, így volt pontosan? Ő egészen pontosan pontosított, tehát én személy szerint kiadom magamat, hogy szerettem volna beletekintést, különböző információk meg beletekintést nyerni. Ezen kívül tudomásomra van, hogy település több lakója is kérte, és mindig abban ütközünk, most már írásban van kiadva, hiszen először próbáltak verbálisan szóba eltántorítani attól, hogy én ezt megnézzem, és most már írásom van róla, hogy önök, tehát ön alpolgármesterjelöl, illetve a Z4-ek másik három tagja elzárkoznak, hogy nem adják ki. Na most én azt mondom, hogy ez egy alapvetően jogtiprás, tehát én erkölcstelennek tartom, hogy most én szavazzak arról, hogy esetleg... Jó, hagyj folytassam. Igen. Segítem, akkor jó, mondja, válaszok szépen, amit ön mond képviselőtársam. Ön azt mondja, hogy nem ismertem meg, tehát nincs kiadva. De ezzel szemben a tény az, hogy a képviselő megint ön mondott, leadta a polgármesteri hivatalba, a vagyonnyilatkozatok itt vannak a polgármesteri hivatalban. Tehát nem nálunk vannak, mi a törvénynek megfeleltünk, és mi törvényi határidőben ezeket leadtuk. Webelnök úrnak, aki a webelnökot beszállította a polgármesteri hivatalba. Az, hogy ő nem fér hozzá, vagy nem kapja meg, ez egy teljesen más kérdés, amit már tisztáztunk egy előző üléseken másokszor, hogy bizonyos szabályzórendszer hiányzik, ami miatt ennek a megismerhetősége pont fordítva, pont az a probléma, hogy jelen pillanatban jogi szakokban területült felfedezni a webelnök úr, illetve a bizottság, és ezt akarjuk tisztázni. Amint meg lesz a szabályzat, hogy a vagyonnyilatkozatokat fel lehessen mondani, pontosabban ki lehessen küldeni bárkinek, abszolút mértékben nyilván, senkinek akarjuk, hogy olyan nincsen, abban pillanatban az nem lesz. Ha jól tudom, és jegyző a szűnnek a segítséget kérem ebben, hogy erősítsen meg, hogy ennek a szabályzatnak az elkészítése jelen pillanatban folyamatban van, jegyző a szűn és a webelnök úr között. Ezt szeretem, hogy csak érkezésképpen nem szeretnék kérni, hogy a lakosságnak tényszerűen közöljük, és a törvénynek az ismeretét pontosan idézzük fel. Tehát magyarul összegezve valamennyiratok le vannak adva, és a törvény úgy szól, amit ön próbál értelmezni, csak ennél szintén akkor félreértelmezte, hogy akkor nem választható meg az alpolgármester, illetve nem állapítható meg neki életmény,
hogyha nem adja a vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatok le vannak adva, itt megtalálhatok a hivatal. Köszönöm szépen. Fél percben kérünk. Igen, fél perc, alaposan elbeszélünk egymás mellett, hiszen nem az volt a kérdés és az állítás nem az volt, hogy van-e vagyonnyilatkozat, vagy nincs, hanem az állítás az volt, hogy önök nem tesznek eleget kötelességnek és megtagadják a betekintést a vagyonnyilatkozatba. Köszönöm szépen. Bocsánat, csak annyira, hogy nem tehetünk erről, tehát a hivatal nem mi vagyunk, mi képviselők, hogy ülnek ugyanúgy, hogy önök, vagy bármilyen képviselők, sem halonta egyszer, ez a hivatali eljárásán azt jelenti, amit meg lesz, ki fog jönni, gondolom, hogy ez össze. Jó, akkor egyiknek módosítás érkezett a... Bocsánat, még egy fél percre szeretnék, hiszen itt olyan dolgok hangzott fel, amely feltétlen kell válaszolni. Elhangzott, hogy nem ő rajta múlódja, hogy el kell mondanom megint. A lakosság tájékoztatására erre kell, hogy mondjam, hogy a jegyző azt, hogy mond... Kérem, hogy tartsuk a szabályokat. A napi rendet a testület itt a nélkül fogadja el, hogy szól a szabály. Ez ő is tudni képviselőtársa. Igen, ennek oda szeretném nem figyelmeztetni, csak felhívni a figyelmét arra, hogy ha valaki mond valamit, akkor azt hiszem a korrektség az diktálja, mert én ahhoz, tehát abban nevelkedtem, hogy valaki mond valamit, akkor várják, hogy a másik mit mond. És én azt szeretném volna mondani, hogy még egyszer a jegyző asszony hivatalosan közölte velem írásvarrajza, hogy a Z4 ember elzárkózik attól, hogy a vagyonnyilatkozatokat ő megmutathassa. Köszönöm szépen! Mádénak volt egy módosító javaslata, aki azon a módosítással egyet tegyet, hogy ne válaszol ma a problémás, vagy kérem, hogy most alszavazzon. Egy szavazat érkezett. Én szeretném kérdezni, mert ugye én jól mutatában kértem, hogy reggel 5 óráig érkezzen meg, azért én nekem ma semmi nem jött az én ígérembe. Arról jön csak egyedül, hogy mi lenne a polgármester asszonynak a vétkielégítés, meg a szabadságkérelme, és az alpolgármesternek a fizetési megállapítása. Egyetlen, ez az egyetlen pedig jött voltám, semmi más. Én arra sem tudom, hogy ki lesz alpolgármesternek jelölve, én semmi más tájékoztatást nem kaptam. Én kértem, nagyon szépen kértem, hogy egy-két óráig, ha lehet, jöjjenek meg. Egy levélben érkezett az összes napirend, tehát hogyha láttad ezt a kettő e-mailt, vagy két levélet, hogy is látni kellett, a levelezési listában 22-én kiment a levél a te e-mail címedre, tehát akkor te késinek megfelel a mai napon levélből, akkor olvasatlan kell lenni ennek az e-mailnek. Ugyan nem én küldtem késő, nem tudom megmondani, tehát nekem nem érkeznek meg a visszajelzések, hogy mindenki olvast el, nem én voltam a küldője. Hogy jönne talán ezt is meg tudjuk egyébként nézni, de az, amit most elmondtál, az a két napi rendi pont, az a másik 5 mellett volt átadva az e-mailben. Nekem csak ez az egyet. Ki tudom, azért, hogyha úgy van nyomtatni is, mert direkt ötétem. Nincs semmi. És ugye napközben nem voltam, egész nap rétságon az időmet, úgyhogy nem tudom. Most meg nem volt idő, mert 3:30-kor értünk haza, még nem volt idő megnézni, hogy jött-e volna valami. Én csak azt hát, hogy tegnap este 6 órakor mindenki megkapta ismételten egyébként az összes napi rendi pontot és meghívót. Nem tudok ennyit tudat mondani. Én segítségére keresélyek a képviselőtársamnak, én is ma délután kaptam meg, hogy ki leszik a polgármester jelölt. Tehát én csak azért mondom, hogy valószínű jól értesülök, hogy nem értesülök. Én bocsánat, itt a mostán megint kéten ment a gondolkodás, az egyik az, hogy képviselőtársunk azt jelezte, hogy neki nem érkeztek meg azok a megjelenek, amit beláthatja, hogy milyen napi rendek és milyen témákat tárgyalunk. Ez egy másik gondolat, amit Ferenc mondott, hogy a polgármester asszonynak jelölését, hogy ő későn kapta meg ezt, én nem tudom az elvileg. Jelzőszont tudod nekünk segíteni, hogy vajon mikor érkezett ez a jelölés? A polgármester asszonynak a tisztségre vonatkozó jelölését 10:33 perckor küldtem ki.
a tegnapi nap folyamán pedig kimentek egy e-mailben a meghívóval, egy meghívóval az összes előterjesztés kiment. A zárt, a nyilvános, mindenki ment egyszerre. Én is látom. És körülbelül 17 óra magasságában. 16-15. Mondom, hogy körülbelül 17 óra magasságában. János. Ha jól tudom, akkor az egyik törvényesség az, hogy a jelöltnek a neve az reggel érkezett meg, hiszen ha a polgármester azt szemét lenne, akkor most tudnák meg. Lehetett, hogy elég is úgy történt, hogy ülésen feltették be a jelöltnek a nevét, ez most egyébként történt, ez történt volna most is, megtörtént egyébként szerintem, nem látok ebben semmi problémát. Akkor konkrétizálj, én még most se tudom, hogy ki van jelölve. Mert ugye még nem mondott el. Én e-mailt nem láttam. Csak te tudom, arról szóltam, hogy most szavazik a napi rendet. A napi rend szerint megismerik az előterjesztést és a tartalmát, a képviselők megkapták a tegnapi napon az előterjesztéseket, és olyan, hogyha a képviselőtársam ezt nem látta az előterjesztést, viszont mindenki más megkapta. Feltételezem, hogy valamilyen hibás indítással lehetszik. Pedig most már lehet is menni a jelölt nevét is, és egyébként az eljárás teljes lehet folytatása. Tehát ugyanez a témához szeretnék hozzászólni, bocsánat. Ha úgy mensz a témához, akkor összítem a nevét szavaznánk. Nem még a vagyonnyilatkozatos, tehát mielőtt a napi rendben. Ez nem külön téma. Mert micsoda? A napi rendben. Nem témája a vagyonnyilatkozat. Oké, nem a vagyonnyilatkozat, az alpolgármester választással kapcsolatban szeretném jelezni, hogy véleményem szerint is értelhasznos segítséget kérdem, az M5TV 39/1, illetve 2 nyilatkozik erről, ami egy magasabb rendű jogszabály, tehát az, hogy a helyi szabályzatunk bizonyos képviselők vagy a webelnök úr szerint nem elégséges, az nem mentesíti az M5TV 39/1 betartásától, és amennyiben most alpolgármester választásra kerül sor, úgy, hogy nem társadalmi megbízatás keretében, akkor én most névvel arccal felvállalom, hogy az ülés után azonnali hatállyal a jelzőasszonynak kérvényezni fogom az M5TV 39/2 szerinti fegyelmi eljárás megindítását a vagyonnyilatkozat visszatartása miatt. Most nem kérek, én azt hiszem, hogy akkor érdemesebb volna felfordni önnek az én javaslatomat, hogy szavazok meg a napi rendet, majd a napi rendet. Jó, csak azért mondtam, hogy ez az ilyen. Hallgassa meg, de várjunk egy masszakat, köszönöm szépen. Tehát, hogyha eljutunk egy a napi rendig, ha sikerül, akkor meg is megjöttük önök is, képviselőtársaim is, hogy egyébként ki lesz a jelöltje a polgármester asszonynak, hogyha a jelölt elvállalja a megbízatását, akkor nyilatkozhat arról, hogy milyen módon kívánja elvállalni ezt a megbízatást. És abban az esetben, hogyha ez nem lenne törvényes, akkor jegyző azt mondja, hogy felhívja a figyelmét az alpolgármester úrnak. Szerintem ne szaladjunk ennyire előre, várjunk az érkezéses témáját, köszönöm szépen a hozzászólást. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Jó, akkor én újra szavazásra bocsájtom a nincs további hozzászólás napi rendet. Napjendi pontokat ugye ismertettem, az első módosítás szerint ne válaszunk a polgármester, de egy nem szavazat érkezett. Akkor most az eredeti napirend szavazását kérem képviselőtársaimba, tehát akik elfogadják a napirendet a meghívó szerint, akkor kérem készletartásra jelezzék. Négy igen, Mádai úr már egyszer szavazott nem, de még úr tartózkodik. Köszönjük szépen, akkor mindig egy szavazattal a nap szép napirendet megszavazhatjuk. Thank you.